már megszokhatták a gazdálkodók, hogyha április, akkor érkezik az egységes kérelmek beadásának ideje. A Magyar Államkincstár erre szolgáló online felülete idén a hónap 7. napján nyílt meg. Ezúttal 46 jogcímen pályázhatnak az állattartó, növénytermesztő vagy épp kertészettel rendelkező gazdák támogatásra. Akik május 17-éig benyújtanak kérelmet, azoknak lesz lehetőségük június 9-éig szankciómentesen módosítani azt, amit benyújtottak, ha valami helyet, mondjuk napraforgó helyet, kukoricát vetettek, vagy ez hasonló dolgokra gondolok. Aki pedig május 18-áig nem adott be semmit, az pedig június 9-éig van lehetősége szankcióval, napi 1%-os késedelmi pótlékkal ugyanezt megtenni, mint a határideig nem tett meg. A gazdálkodóknak ezúttal is segít a falugazdász hálózat a pályázatok benyújtásában. Változás ugyanakkor az előző évekhez képest, hogy idén csak időpontegyeztetés alapján telefonon intézhetők az ügyek. Legfeljebb a kérelmek véglegesítésekor találkoznak személyesen a fenek. A gazdák ősztől kezdődően juthatnak a pénzhez. Szeptemberig lefolynak az egyeztetések, és akkor, ha minden rendben van, akkor az októberi hónapban már ennek az évnek a támogatási igényre előleget szokott fizetni az Agrárminisztérium. Viszont egyeztetések vannak, és ott az egyeztetések miatt elhúzódik, és akkor már nem fér bele ebben az időszakban, akkor ez folyamatossá válik, úgyhogy van, aki a decemberi hónap elején, vagy akár a másik évnek az elején is, ha nincs probléma az ellenőrzéssel, azok már októberben előleget kapnak. A kérelembeadás folyamatának megkönnyítése érdekében a kincstár külön felhívja a figyelmet arra, hogy aki nem rendelkezik ügyfélazonosítóval, az igényelje meg azt mielőbb. Az a termelő, akinek nincs vagy elfelejtette jelszavát, kérjen jelszót új meghatalmazás elektronikus úton történő benyújtásához. Akinek pedig nincs az egységes kérelemre érvényes meghatalmazása, nyújtsa be az arra vonatkozó kérelmét.